Kivilágított Blaha utcával várja az Annabál estjén az utcabál vendégeit Balatonfüred. Július 21-én szombaton este 9-től a Swingala Django ad koncertet és a Gruppen Swing zenél. A belépők 2000 forintba kerülnek. A város szeretné, hogy mindenki részese lehessen valamilyen módon a bálnak, mondta dr. Bóka István polgármester az Annabál sajtótájékoztatóján. Nagyon fontosnak érezzük azt, hogy sokan jöjjenek el, sokan vegyenek részt az utcabálban. Megpróbáljuk a külsőségeket is úgy biztosítani, hogy méltó legyen gyakorlatilag az Anna Grand Hotelben megtartandó Annabálhoz az utcabáli rendezvényünk is. Ebben az évben a partnervárosokból 28 lány érkezik Füredre a bálra, és 5 balatonfüredi 18. életévét betöltött lány fogadta el a város meghívását. És természetesen ott lesz a szintén füredi Barna Dorina, a tavalyi bál szépe is, aki nagy társasággal érkezik a 193. Anna bálra. Szüleimmel, illetve nagyobb baráti társasággal minden évben itt szoktunk érkezni, egy nagyobb asztalnál fogunk ülni, körülbelül 12-en is jövünk, úgyhogy nagy társasággal. Dorina most érettségizett a lovasi matematika szakán, és Milánóban tanul tovább. Az érettségit én most fejeztem be egy héttel ezelőtt volt az utolsó szóbeli, úgyhogy most már nekem is itt a nyár szerencsére, és augusztus vége közepe fele pedig költözök ki Milánóba, ahol nemzetközi közgazdaságtant fogok tanulni egy milánói egyetemen. Meghalljuk azt, hogy Milánó, akkor rögtön az jut eszünkbe, hogy a divat fővárosa. Mindenki rögtön megkérdezi, hogy akkor nyilván a divatiparban fogok-e mozogni. Hát én elsősorban tanulni megyek oda, mivel matematika tagozatra jártam, ezért ezzel az irányal is szeretnék elsősorban tovább menni. Aztán majd az élet, ahogy hozza. Dorina báli ruhája lila lesz idén, de amikor megrendelte, még nem tudhatta, hogy az annabáli szívek is ibolya lila színűek lesznek. Erzsébet királynére, Sziszire emlékezve, akinek kedvenc virága az ibolya volt. A herendi vázák is megújultak, a Victoria, a Rothschild és az Aponyi mintát újra gondolták a manufaktúrában. Folyamatosan keressük az újat, keressük a jövő lehetőségeit. És évekkel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy egy nagyon tradicionális bálon is lehet innovatívan megjelenni, és ezért a korábbi mintáinkat új, de azokból a gyökerekből táplálkozó mintákra váltottuk fel. Így az első helyezettre járó díjunk a korábbi Victoria minta helyett a Royal Garden minta lett, amelyről azt kell tudni, hogy Vilmos herceg hivatalos magyarországi nászajándéka is ez a herendi minta volt. Ugyanígy a Rothschild minta is megújult, és az Aponyi mintánkat is egy nagyon szép platina türkiz mintával váltottuk fel, amely a tavalyi évben a Victoria minta mellett az egyik legkeresettebb herendi minta volt Magyarországon. Úgyhogy próbáljuk az innovatív gondolkodásunkkal a bált folyamatosan megújítani, amellett természetesen, hogy tudjuk, hogy ez egy rendkívül tradicionális bál, amelyre ahhoz szükséges komolysággal és felelősséggel kell közeledni. A nagy sikeri opera gálán vidám, de fajsúlyos olasz áriákat hallhat majd a közönség a gyógytéren, mondta Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója. Következő évad az Operaháznak, Puccini jegyében telik, Puccini Itáliája az a címe, tehát Puccini és az ő kortársai, nem különben híres és nagyszerű zeneszerzők egyébként. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy egyfajta előképet már Füreden is lehet mutatni ebből, így ennek a szellemében zajlik majd az énekkar, este csütörtökön este, pénteken az Annabált megelőző, éjszakán a zenekar és az énekes szólisták játszanak majd Puccini és mondom a kortársak, tehát Leon Cavallo, Mascagni és mások darabjaiból valóban slágereket. Itt valóban van temperamentum, vannak karakterek és van rengeteg érzelem, amely a hegedűk hangján uniszónó fölcsendülve az énekest kísérve Puccini legszebb pillanatait hozza elő, tehát azt, amikor gátlások nélkül megy rá a befogadónak a legszebben zengő szívfúrjaira, és nem csak egy igazi szívhalászatot csinál Puccini, és ez az ő dolga. És aztán tulajdonképpen ugye az Annabál estéjén pedig szokás szerint a klasszikus balett társulatunk lép fel, a Magyar Nemzeti Balett, és vasárnap este várjuk a füredieket a gyógytérre egy operamozival, amely a bohém élet teljes előadása lesz majd. A báli vacsorát Tóth József, az Anna Grand Hotel szakácsa mutatta be. Kacsa, borjú, galamb és kecsege is lesz, de gersli, azaz árpagyöngy is az asztalra kerül. A gerslit azt a modern táplálkozás irány vonalába
szeretük volna megjeleníteni. Ugyanúgy a főételnél található napraforgókrém, mert szerintem nem mindenhol tud megkóstolni a népes vendégsereg. Tehát próbáltunk a újításokat bevinni az egész menübe, mint ahogy hangsúlyoztam, alapanyagokban nagyon nem lehet variálni, ott igazából tradicionális alapanyagokhoz nyúlunk, viszont próbálunk a konyhatechnológiával, illetve a köretekkel az étel garnírungjában modernitást becsempészni. A kecsege az őshonos, egy méltatlanul elfelejtett halunk, nagyon nagy előnye, nagyon finom húsú, és nagyon nagy előnye, ugye, hogy szálkamentes teljesen. Tehát ez egy olyan hal, ami gerinchúrai vannak a halnak, és ezáltal, de tényleg, szóval nagyon finom. Az Annabál hete hagyományosan zajlik majd. Július 17-én kedden a népi prímások versenyeznek, akiknek a koncertjét szerdán este hallhatjuk a gyógytéren, mondta Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója. 20-án, pénteken este hagyományos szívhalászatra várják a vendégeket. Szombaton az annabáli bevonulás 6:30 kezdődik, amit a kisfoldi színpadon élőben közvetít az Antenna Hungária. Újdonság, hogy az annabáli szépek fogatain kocsikázni is lehet a bál estén, és egy 19. századi élőkép is megjelenik huszárokkal és zobkati báli ruhás hölgyeivel a Kossuth forrás mellett. A báli közönség pedig egy igazi virtuózt, Robi Lakatost és együttesét hallhatja az Anna Grand Hotelben. A cigány hegedűsök királya, aki saját zenei stílus teremtett, és a világ legnagyobb színpadain koncertezett már, július 21-én a Füredi Bálon is fellép.